Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm stúdiónkban Euler Gellért atyát, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium vicerektorát. Természetes, hogy ilyenkor pünkösdről beszélünk. Fontos, hogy felkészüljünk kellő mértékben a Szentlélek befogadására. Hogyan tudjuk kinyitni a lelkünket, hogy ez minél teljesebb legyen? Hát én azt hiszem, hogy mindig azt várjuk, hogy esetleg pünkösddel a Szentlélek segítsen megváltoztatni a körülményeinket, pedig én azt gondolom, hogy Isten arra hív bennünket, hogy nyissuk meg magunkat, és az ő lelke ad nekünk erőt sok mindenhez, még ha a körülményeink nem is változnak, és talán ezért kell imádkoznunk, hogy Isten adjon bölcsességet, adjon nyitottságot az ő akaratára. Ugye a pünkösd az közösségi élmény is kell, hogy legyen, ugyanúgy maga a felkészülés is jobb, szerencsésebb, hogyha közösségben történik. Igen, ez így van, hiszen a kereszténység arra hív bennünket, hogy ne csak magunkba éljünk, ne csak magunknak éljünk, hanem ennek mindig közösségi vonzata is van. És mindezt hogyan tudjuk tökéletesíteni? Tehát imádkozunk azért, hogy megnyíljon a lelkünk, egy közösségben imádkozunk. Mit lehet még tenni, hogy a pünkösdöt valóban át tudjuk élni, meg tudjuk élni? Ez jó kérdés, mert igazából valóban az ember imádkozik, kéri az Istent, hogy világosítsa meg bizonyos helyzetekbe, mit kell tennünk. Én azt gondolom, ha a közösségről van szó, akkor észre kell venni a másikat, aki körülöttünk van, a mellettünk élőkbe is, hogy hol kéri az Isten, hogy esetleg odafigyeljek, segítséget nyújtsak, vagy hogyan tudom kinyitni magamat a másik ember felé is. És mindezt ugye a liturgia is segíti, hogy felhívja a figyelmünket bizonyos dolgokra, és ugye a szentírási részek is, amelyeket ilyenkor olvasunk, ezek is mind-mind oda irányítják a figyelmet, hogy teljességében meg is tudjuk érteni magát az ünnepet. Igen, valóban a liturgia az mindig egy élő dolog, az Isten szava, a zene, a liturgikus eszközök is mind arra segítenek bennünket, hogy mi is jobban be tudjunk lépni Isten imádásába, az imádságba. A pünkösdöt nem csak szívvel, lélekkel, hanem értelemmel is meg kell érteni, ami nem is annyira könnyű talán, mert ugye a három legszentebb ünnep, Jézus Krisztus születése karácsonykor, megfogható, született valaki. Húsvétkor Jézus feláldozta magát, értünk, meghalt, ez is könnyebben megérthető, viszont sokkal misztikusabb ezzel szemben a pünkösd. Misztikusabbnak tűnik, de csak azért, mert az érzékszerveinknek kevésbé megfogható, érzékszerveinkkel szerintem kevésbé mérhető, és sajnos mindig arra várunk, hogy ugye akár karácsonykor vannak olyan szokásaink, amelyek ünnepélyesebbé teszik talán, az érzékeink számára, akár az illatok, akár a fenyőfa, akár a hangulat, ahogy ünneplünk. Nyilván az egyházi liturgia szempontjából éppen olyan fontos talán a húsvéti időszak, meg pünkösd, bár nyilván a pünkösd hatása, a léleknek az ajándéka, azok kevésbé mérhetőek ilyen látható módon. Ezért lehet talán azt mondani, hogy nehezebb. Nem is tudom, hogy fogalmazott, hogy nehezebb megérteni igen, ezt az ünnepet. És ugyanakkor azt is tudunk és látnunk kell, hogy ez a három szent ünnep, ez kizárólag egységben működhet, nem lehet ezeket külön választani. Hát világos, az egyházi év folyamán Krisztus egész életének a misztériumát ünnepeljük, és hát szerintem egyik része sem különíthető el teljesen a másiktól, mindegyik úgy teljes, hogyha a kicsit a Szentlélek eljövetelében benne van az is, hogy Krisztus valamikor testet öltött, közöttünk járt, kelt, meghalt, feltámadt, nyilván különböző szemszögből nézzük, de ugyanazt a titkot, Isten szeretetét. És ugye az is nagyon fontos, hogy a szentségekben is megvalósul mindez, hiszen a felnőtt korúság, a nagy korúság szentségét is ekkor szolgáltatják ki általában. Igen, ez valóban segít bennünket, és szükségünk is van Istennek a lelkére, hogy felnőttként tudatosan tudjuk azt a küldetést megélni, amit Isten nekünk szán az életünkre, a hivatásunkra, hogy Isten akaratába tudjunk élni. Ezért van szükségünk ezen az ünnepen különösen emlékezni, megkapni ezeket a szentségeket, illetve emlékezni arra, hogy valamikor ebben mi is részesedtünk, és hogy ez mindig élő legyen bennünk. A Szentléleknek az ajándékait hogyan
lehetne összegezni? Mi az, amivel gazdagabbá tesz bennünket, hogyha a szent lelket mi valóban átéljük és befogadjuk? Én azt gondolom, és ezt az elején talán rá is világítottam egy picit, hogy segít bennünket Isten akaratában élni, mindegyikünknek a saját hivatásába, a saját életébe. Most valamelyik nap az egyház zsolozsmájában volt, nem tudom pontosan melyik egyházatjának az írásába, hogy mindenki a hite szerinti mértékbe kapja a Szentlélek ajándékait, és nyilván mindegyikünknek más-más élethelyzete van, más-más dologra van szükségünk, valakinek a tisztánlátás kegyelmére, van akinek az erősségre, hogy a keresztjét tudja hordozni, van akinek Istennek kell, hogy segítsen a jót meg a rosszat megkülönböztetni, tehát kinek az életében másképp jelentkezik ennek az ünnepnek a hatása. És ugye a Szentlélek segít abban, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, az igazi önmagunkhoz, és ugyanez a célja és a törekvése a neokatekumenális útnak. Erről beszéljünk egy kicsit, hogy ez hogyan is működik, és egy picit az eredetéről is szeretném, ha szólnánk. A neokatekumenális út az egy megújulás, ami körülbelül a zsinattal, a II. Vatikáni zsinattal egy időben keletkezett, és Madrid szegény negyedeibe Kiko Arguello, egy spanyol festő ment egyszerűen a szegények között élni, mert érezte, hogy kereste Krisztust a szegények között. Vele ment Carmen Hernández, aki szintén érezte a missziós küldetést, és a szegények között azt fedezték fel, hogy az Isten szava egy kis közösséget alkotott. És ebbe a közösségbe az emberek élete elkezdett, a nagyon egyszerű, nagyon bűnös emberek élete megváltozott. És utána észrevették, hogy ezt jó lenne akár a templomokban, a hívők között is ezt az utat elkezdeni, és aztán így alakult ki szép lassan a neokatekumenális út, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a keresztségünket felnőttként újra felfedezzük. Nagyon sokunkat gyerekkorunkban megkereszteltek, megkaptuk az isteni életnek a magját, ezt a csírát, és nagyon sokszor talán nem volt lehetőség arra, hogy ez a mag ez fává növekedjen, hogy felnőtt keresztény hitünk legyen, mert nem kaptunk egy komoly bevezetést. Talán jártunk hittanórára első áldozásig, bérmálkozásig, de utána talán nem nagyon volt lehetőség növekedni a hitbe. És a neokatekumenális út az ebbe egy segítség, hogy felnőttként tudatosan megéljük azt a katekumenátust, amely a keresztségbe volt bevezetés az ősegyházba, és a zsinat most hangsúlyozza, hogy érdemes visszanyerni ezeket a kincseket, amik mindig meg is voltak az egyházba, csak korábban kevésbé voltak hangsúlyosak. És ilyen módon az út, a neokatekumenális út segít bennünket a keresztségünknek a megélésében. És ugye nem véletlen az elnevezés, hogy út, és nem módszer, és nem recept, mert az út szónak azért a jelentés tartalma van ilyen tekintetben. Nyilván annak van egy kezdete, ez mondjuk én magam vagyok, van egy vége, az Jézus Krisztus, és ezt az utat be kell járnom, hogy elérjek hozzá, és ezen az úton állomás az életünknek minden mozzanata. Ez így van, és valóban a keresztény ember mindig úton járó ember, és sose érkezünk igazából be, hát majd talán oda át, ha már az Úrnál leszünk, de tényleg mindig szükségünk van arra, hogy minden nap megújuljunk, és a keresztény ember mindig egy úton lévő ember, aki sose stagnál, sose ül le, hanem mindig megy. Az Úr maga hív bennünket, ő maga is mindig mozgékony, sose volt statikus az üdvösség történet folyamán, se az Ószövetségbe, se az Új Szövetségbe és az egyház történelme folyamán sem. Ugye szó esett arról, hogy a neokatekumenális út azoknak szól igazán, akik a hitben valamelyest megmerítkeztek, de ezt elhanyagolták ilyen-olyan okból. Ez a hit egy gyakorló keresztény ember életében is előfordul, hogy egy kicsit lanyhul. Mondjuk ha azt nézem, emlékszem régen kisebb korunkban, diákkorunkban mondta mindig a plébános atya, hogy ne küldjük Jézust nyári szabadságra. Igen. Ugye elmúlt a tanév, elmúlik a pünkösd, tulajdonképpen már nincsenek olyan katartikus pontok, a nyár az egy kicsit ilyen pihenőbb idő, viszont a lelkünknek akkor is szüksége van táplálékra. Erre hogyan tudunk töltekezni? Valóban, ahogy említette az előbb is, hogy Isten nem lehet vakációra küldeni, illetve Isten nem megy vakációra, tehát talán érdemes odafigyelni, hogy a nyáron, amikor az ember
pihenésre vágyik, és azt gondolja, hogy mindent félre kell tenni, hát erre figyeljünk oda, hogy a lelkünk az ugyanúgy él velünk, az jön velünk a vakációra is, ott is szükségünk van Isten szavára mindig hallani, ha más nem, akár magán imádkozás formájában, de nyilván nem lehet elhagyni a nyilvános Isten tiszteletet, a szentmisére való elmenést sem. Tehát erre mindig érdemes odafigyelni, hogy a nyár pihenés ideje, de ami fontos, az legyen igazán fontos. És akkor visszakanyarodva a neokatekumenális útra, Magyarországon hogyan alakult ennek a lelkiségnek a története? Magyarországon az első katekézis és az első közösség Budapesten alakult 1983-ban, és az út azóta jelen van több egyházmegyébe, Budapest több plébániáján, Pécsi egyházmegyébe, Kaposvári, Egri főegyházmegyében. Körülbelül az egész országban van talán egy olyan 50 közösség, hát ugye különböző plébániákon több közösség is alakul egy katekézis után, és ezek a közösségek elkezdik járni a neokatekumenális utat, amely egy több évig tartó megtérésnek az útja, hogy így mondjam. És ahogy említette, valóban nem csak olyan emberek számára nyitott a katekézis és a neokatekumenális út, akik esetleg eltávolodtak a hittől, nagyon sokszor mi, akik templomba járunk, talán rendszeresen, nekünk is néha szükségünk van arra, hogy a hitünk megújuljon, meg szükségünk van arra, hogy talán egy új formába, de halljuk az Istennek a szavát, a kerigmát. Minden lelkiségi mozgalomnak van valamilyen jellegzetessége, azzal együtt, hogy a hasonlóságot és nem a különbözőséget keressük ezekben sem, hiszen ellentétes lenne a küldetésével ezeknek a közösségeknek. A neokatekumenális közösségeknek mi a fő ismérve? Hát, ha jellemeznem kell, vagy a leginkább jellemző dolog, amit az út három lábának szoktunk mondani, az ige liturgia, hogy hallgassuk az Isten szavát, a kis közösségbe megtapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül, és az Isten megjelenik egy kis közösség által, akik hosszabb ideig együtt vannak a plébánián, és az eukarisztia ünneplése, amely az alapja minden a keresztény életünknek alapja és csúcsa. Számszerűen hányan tartoznak ehhez a mozgalomhoz? Lehet ezt tudni? Hát szerte a világon most statisztikát nem tudok pontos számokkal mondani, de az út jelen van a világ körülbelül 120 országában, és hát külföldön régebb óta létezik az út, ezért sokkal több közösség van. Bizonyos országokban 800 ezer közösség is van, tehát Olaszország, Spanyolország a legelső országok, Egyesült Államokban rengeteg közösség van, csak nem ezer, tehát a világon, majdnem minden országban, minden kultúrában megtalálható a neokatekumenális út. És ugye említette a kultúrákat, a kultúrák különbözőek, ez ugye délvidékről jött, ahol azért jellemzőbb a vehemensebb lelkület minden tekintetben. Ugyanezek a úgymond módszerek kicsit északabbra is alkalmazhatók, ahol más a temperamentum? Igen, és erre azért tudok igennel válaszolni, mert az ember igazi problémája a szívébe, az teljesen független attól, hogy valaki Afrikában él, valaki Dél-Európában vagy Észak-Európában, esetleg Magyarországon. Ugyanaz a szenvedésünk, ugyanaz a keresztünk, és ugyanaz az egyház válasza, hogy szükségünk van a keresztségünkbe megújulni, a régi emberünknek, a keresztség vize alatt maradni, hogy az új ember, Krisztus, ahogy ön is mondta, valóban élhessen bennünk. És ez a hivatásban is nagyon fontos. Ehelyütt kell beszélnünk a Redemptoris Mater szemináriumról. Hogyan állt ez föl, hogyan működik és mi a küldetése? A Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumok igazából II. János Pál pápának az ötlete volt 1988-ban, amikor az útnak nagyon sok gyümölcse van, és többek között, hogy családok készek elmenni, nagyon sok gyermekkel, 8-10 gyermekes családok elmenni Észak-Európába evangelizálni, csak ott élni a hitetlen emberek között. És azt vették észre, hogy pap nélkül nem megy, pap nélkül nem lehet szentségeket ünnepelni, nincs eukarisztia, és akkor II. János Pál mondta, hogy nyissatok ilyen szemináriumot, amely missziós. Egyházmegyés, mert az egyházmegye püspöke alá tartozik, mindig az egyházjog szerint a szentelő püspök mondja meg, hogy melyik pap milyen dispozíciót kap, hol fog szolgálni,
De a mi szemináriumunkból el lehet küldeni a felszentelt papokat misszióba, akár másik egyházmegyébe, akár másik országba is. Jellemzően mely országokba szoktak menni? Teljesen vegyes, és ezért nagyon különleges, fontos, hogy nemzetköziek vagyunk, hogy ne legyünk beszűkülve sem egy országra, sem egy kultúrára, hanem tanuljunk meg bárhova elmenni és bárkivel együtt lenni. Ez nagyon segít minket, hogy a mi szemináriumunkban is van itt Egerbe vagy 5-6 nemzetiség, és ez segít bennünket egy kicsit megismerni, hogy van más kultúra is a világon, van más gondolkodásmód is, és ez jó megtanulni, alkalmazkodni. És amit említett, hogy a családok, akik missziós célzattal költöznek, tulajdonképpen ők élik a maguk hétköznapi életét, azzal a különbséggel, hogy ezt keresztény emberként élik, mondjuk egy teljesen szekularizált közegben, és nem térítenek, hanem a példájuk ragadóságában bíznak. Ez pontosan így van, és ez a lényeg ennek a missziónak, mert manapság a család ugye eltűnt a kultúrából, az európai gondolkodásból, és látjuk, hogy rengeteg fiatal, akiknek nincs otthon egészséges családi környezetük, mert így nőnek fel, csodálkozva és örömmel jönnek ezekhez a családokhoz, mert felfedezik, hogy jé, van egy apa, van egy anya, és vannak testvérek, lehet közösen étkezni, nem csak a televízió előtt bekapok valamit, hanem szépen méltósággal lehet azt is közösségivé tenni az étkezést, és hogy a családi élet az szép, a nehézségeivel természetesen együtt. Ebben a missziós munkában biztos vannak sikertörténetek, mint ahogy vannak minden bizonnyal kudarcok is, amiről szintén úgy beszélni kell, mert hiszen emberek vagyunk és esendőek. Szembesültek-e kudarcokkal ebben a misszióban? Állandóan mindig, mert sose könnyű evangelizálni. Attól függ, mit nevezünk eredménynek. Sokszor megyünk mi is úgy a misszióba, hogy szeretnénk, hogyha sok ember jönne, hogyha sok ember hallgatná meg akár az utcai missziónkat, akár a katekézisünket. Sok a végén kiderül, hogy van egy-egy ember, de ha egy-egy embert is megment az ember, hogyha látjuk, hogy komoly depresszióban, mély krízisben van az élete, és sikerül adni neki rajtunk keresztül az Istennek egy reménykeltő szót, akkor megéri. Tehát ezért nehéz mondani, hogy persze mindig az ember el magára néz, akkor a saját ereire, hogyha támaszkodna, akkor azt mondjuk, hogy hát olyan nagyon látványos eredmények nincsenek. De pedig mindig van olyan eredmény, ami talán nem látható itt, és az örök életre termi a gyümölcseit. Igen, mert ugye talán emberi hiúság, hogy eredményeket remélünk, és ráadásul olyan eredményt, amit a mi mércénkkel tudunk mérni, holott ezt egészen más mércével mérik. Valóban az Isten elsősorban arra hív bennünket, hogy az ő munkásai legyünk, szórjuk a magot, aztán a betakarítás az pedig már Istennek a dolga, a gyümölcseket meg engedjük neki, hogy ő arassa le. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, nagyon sok hasznos lelki útravalót kaptunk Pünkösdre és a Pünkösd utáni időszakra. Kedves nézőinknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, fogadják meg, amiket most itt hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örökké, amen.